8 hónapon belül elkezdődnek egy új zsilip kiépítési munkálatai a Tiszán Törökbecsénél, amint egy 60 millió eurós beruházást Tomislav Momirovics építészeti közlekedési és infrastruktúra ügyi miniszter jelentette be Óbecse községi látogatása során. Együttműködési megállapodást írt alá a Vajdaság Fizei Közvállalattal és a Mezőgazdasági Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium képviselőivel. Az áthajózás feltételeinek fejlesztése a Tiszai gát keretein belül elnevezésű projekt megvalósításáról. Ma elkezdjük egy nagy beruházási projektum megvalósítását, amely nem csak Bánát szempontjából lesz jelentős, hanem egész Szerbia szempontjából. Ez a projekt a folyami szállítás egy teljesen új perspektíváját nyitja meg, és a kikötőkbe való befektetési lehetőséget. Ez csak egy a nagy beruházási projektek közül, amelyeket nekünk el kell indítanunk hazánk ezen részén. Ugyanis Bánátnak mi tartozunk. Ezért magasabb szintre kell emelni a beruházásokat ezen a területen. A mi feladatunk mindenképpen az, hogy megteremtsük a feltételeket a gazdasági aktivitásokra, és meggyőződésem, hogy ennek a projektumnak a megvalósítása mindenképpen megteremti annak a lehetőségét, hogy ez a nemzetközi vízi út még inkább ki legyen használva, mert ennek az új létesítménynek a kiépítése mindenképpen megteremti a technikai lehetőségeket ennek kihasználására. Ami ebben a pillanatban a legfontosabb, az a tény, hogy ez mindenképpen hozzájárul a kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez a Szerb Köztársaság és Magyarország között. Ennek a nagy beruházási projektumnak a célja a víziforgalom drasztikus növelése Vajdaság ezen részén, azaz az áruforgalom megnégyszerezése. Ez a beruházás a szállítás hatékonyságán túl környezetvédelmi szempontból is jelentős. Az összejövetelen szó volt a Zombort Nagykikindával összekötő gyorsút kiépítéséről is, amelynek át kellene haladnia Óbecsén és Törökbecsén is. Ez Szerbia kormányának egyik legfőbb prioritása. Szeretnénk a legminőségesebb útinfrastruktúrával összekötni Zombort Nagykikindával és az összes ezt érintő várossal, hogy például önök innen Óbecséről akár 10 perc alatt elérjék a Korridor 10-es utat, hogy összekössük az erős ipari központokat Európával, Belgráddal, Újvidékkel, Szabadkával. Nem vitás, még rengeteg munka vár ránk, de célunk az, hogy a munkálatok már az elkövetkező hónapokban megkezdődjenek, különösen a Bérektől Zombor felé vezető útszakasz. A bánáti oldalon a munkálatok őszre kezdődnek, és a tervek szerint 3-3,5 éven belül be is fejezzük a teljes gyorsutat. Az, ami nagyon fontos Óbecse község polgárai számára, hogy mintegy 10 perc távolságra leszünk az autóúttól, ami a cél is volt. Már mintegy 20-30 éve, bármikor az autóút csatlakozásról tárgyaltunk, mindig azt szerették volna, hogy Szent Tamásnál és Verbásznál legyen ez a csatlakozás. De szó volt a topolyai csatlakozás lehetőségéről is. Azonban most 3 vagy 4 évvel ezelőtt találtuk meg a legjobb megoldást, és ezért nagyon hálás vagyok Momirovics miniszter úrnak, és mindenkinek, aki befolyással volt arra, hogy ez a gyorsút Óbecsén keresztül haladjon. Ez a nagy beruházás a Tiszán, melynek értéke 60 millió dinár, jelentős mértékben megnöveli majd az áruszállítást. A gyorsút kiépítése kapcsán pedig Törökbecsére nagyobb feladat hárul, mivel az útszakasz nagy része Törökbecsén halad át. Szerbia kormányának köszönhetően az elmúlt időszakban Törökbecsén továbbá felújították a vasutat is. Így Törökbecsének a vasúti forgalomban is nagy perspektívája lesz, de mindkét községnek, Óbecsének és Törökbecsének is lesz jövője az elkövetkező időszakban.